A háttérben éppen az érdi és angyalföldi kézilabdás lányok készülődnek a kézilabda meccsre, és mindezt már természetesen itt az új sportcsarnokban Székesfehérváron. Hogy hogyan is indult az új sportcsarnok építése, elkalauzoljuk Önöket. Ezzel foglalkozunk az esti mérlegben, tartsanak velünk! Néhány hónappal ezelőtt még javában folyt a munka itt a Szénatéri Általános Iskola udvarában. A mintegy 1000 négyzetméteres tornaterem mostanra teljes egészében elkészült, a gyerekek és a sportolók legnagyobb örömére. Az intézmény diákjai és volt tanulói tánccal vették birtokba az új sportcsarnokot. Annak örömére, hogy hát itt ez a gyönyör új tornaterem, mit adtatok elő? Egy fitkit gyakorlatot, egy ilyen kis csapatot. Milyen érzés egy ilyen szép tornateremben tevékenykedni, sportolni, mesélj róla? Nagyon jó, és nagyon várjuk már a tesi órákat. És itt már ugye van egy hölgy, aki már nem az intézmény tanulója. Milyen érzés volt, illetve inkább mondjuk úgy, hogy milyen összehasonlítani a régi tornatermet és ezt az új tornatermet? Miben változott meg? Hát nekem nagyon tetszik ez a tornaterem, nagyobb lett, és több mindent lehet benne csinálni. A köfémestri beruházása több mint 700 millió forintból valósult meg. Ehhez az önkormányzat 220 millió forint támogatást nyújtott. Az épületet több ezer fiatal veszi birtokba a következő időszakban. Ide járnak testnevelés órára a szénatéri iskolások, délutánonként pedig a kézilabdázók edzenek itt. Sok iskolás, nagyon sok sportoló fogja használni ezt a termet. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép terem jött létre itt a szénatéren. Azt gondolom, az iskola is megérdemli, a környék is megérdemli, és a fehérvári kézilabda is megérdemli, hogy egy ilyen központtal gazdagodjon. Én a gyermekként ide jártam az akkor május egy általános iskolába, sajnos ez nem ma volt, viszont már akkor téma volt, hogy valahogy bővíteni kéne a tornatermet. Hát nem mondom, hogy gyorsan ment, de mára mégiscsak készen van egy szabványos csarnok hozzá egy kis nézőtérrel, öltözőkkel, kiegészítő létesítményekkel együtt, amit napközben a Szénatéri Általános Iskola növendékei, diákjai fognak tudni használni, délutántól pedig a kézilabdája és egyáltalán a fehérvári sport és közösségi életé lesz ez a csarnok. Én köszönöm mindenkinek, aki ezt hozzájárult, hogy a Magyar Államnak és a Kézilabda Szövetségnek, hiszen társasági adó rendszerén belül tudtuk ezt a fejlesztést megvalósítani. Egy 750 millió forintos munkáról van szó, az önerőt az önkormányzat biztosította. Köszönöm a kézilabda közösségnek, hogy beleállt, külön elnök úrnak, hogy ezt el a pályázati lehetőséggel tudott a város élni, és nyilván vállalják az üzemeltetésnek a feladatait. Köszönöm az iskolának és a környéknek a türelmet és a megértést, hiszen nyilván a kivitelezés az mindig ilyet igényel, a kivitelezőknek a pontos munkát, és azt gondolom, hogy akkor fog igazán ennek a beruházásnak a létjogosultsága megmutatkozni, amikor akár most körülnézünk, akár majd ide visszatérünk szeptemberbe, októberbe, délelőtt vagy délután vagy este, és azt fogjuk látni, hogy diákok, fiatalok, sportolók mozognak, és az életük része a mozgás és a sport, és ez a szép sportág, amit kézilabdaként ismerünk. Ugye a város a sportváros tulajdonképpen, de mondhatjuk, hogy talán még népszerűbbé válik Székesfehérvár azzal, hogy egy ilyen létesítménnyel gazdagod. Én úgy gondolom, hogy igen, és szerintem sokan fogják, amikor ide belépnek, azt elmondani, hogy igazán az lenne a jó, hogyha elérnénk, hogy minden egyes köznevelési, közoktatási intézménynek valami hasonló lenne a torna csarnok, a torna terme. Nyilván ezért sokat kell dolgozni, ahol már szabványos, ott igyekszünk ezeket felújítani, burkolatokat cserélni, öltözőket redbetelni, ahol pedig kicsi, van még pár hasonló kicsi tornateremben rendelkező iskola, ott pedig keressük a lehetőségeket, akár a kézilabdán, kosárlabdán, röplabdán keresztül, hogy elérjük, hogy adott létesítményt felújítani, vagy adott esetben bővíteni tudjuk. Mondta,
mutatjuk, hogy nem csak sportrendezvényeknek ad otthon majd a létesítmény, hanem esetleg kulturális, vagy esetleg milyen jellegű rendezvény lehet majd még itt ebben a gyönyörű létesítményben Csarnok. Pontosan így van, ugye az iskola már jelezte, hogy egyéb iskolai ünnepségekre, megemlékezésekre is fogja egyébként használni, természetes, hogy ezt a csarnokot. A környéken is Deák Lajosné képviselőasszony is jelezte, hogy közösségi programokat fognak itt rendezni, kulturális programokat fognak itt rendezni, hiszen ezek már multifunkcionális terek, úgyis kell őket használni. A terület önkormányzati képviselője szerint az intézmény egyik nagy álma vált valóra, amely a sportközösséget is erősíteni fogja. Most egy külön csarnokot kapott az iskola. Ez nem csak az iskolának jó, mivel a testnevelés órákat meg tudják tartani az intézménybe, így a városrészi lakosoknak is, mert számos olyan kulturális programot, csak most az adventre gondolok, meg tudunk rendezni. Az ünnepségen az iskola nyugdíjba vonuló igazgatónője, Minárikné Ambrus Magdolna az elmúlt évek eredményeit méltatta, kiemelve a sportcsarnok létrejöttét. Egyrészt öröm, másrészt büszkeség, harmadrészt meg mint minden új egy nagy várakozás, mind az iskolának, mind a gondolom a városnak. Hát azt kérdezte, hogy hogyan indult el, hát hosszú évtizedek óta szerette volna ez az iskola bővíteni a tornatermét, amely aztán ebben valósult meg, hogy egy tornacsarnok jött létre. A tornacsarnok 3-4 évvel ezelőtt terveződött, és hát nagy örömünkre ezt a tanévet, a 2018-19-es tanévet a gyerekek már a sportcsarnokban tölthetik a délelőtti mindennapos testnevelés mentén, és hát számunkra nagy öröm, hogy amikor elkezdődtek az alapozások valóban egy évvel ezelőtt, azt ígérték, hogy következő tanévben kezdhetünk, és ez megvalósult. Úgyhogy ez... Akkor mondhatjuk, hogy elérték azt a célt, amit kitűztek. Igen, igen, és hát mindenkinek a támogatását nagyon köszönni, úgy személy szerint én is, mint az intézmény, hisz ez egy nagy összefogás a tankerület, a város, a kézilabda szövetség, és hát azért említse meg a nevelő testület is, és a gyerekek, a szülői közösség, hisz azért ezt az évet, az építkezést az közben folyt ugye a tanítás, tehát az építkezés alatt is ment a munka, és ez összefogást igényelt a részünkről is. Van már egyébként konkrét visszajelzés? Hát szerintem hétfőtől várható a konkrét visszajelzés. Most mindenki csak nézeget, méregeti, hát mint minden új, mint minden első lépés, ez így néz ki. De szerintem ez így természetes, és ez a jó. Szepesvári Zsoltné igazgatóhelyettes arról beszélt, nagy ajándék számukra, hogy az iskola 81. tanévét már az új csarnokkal kezdhetik meg. Céljuk, hogy a diákok életének fontos része legyen a sport, ezért szeretnék népszerűsíteni a különféle sportágakat, különösen a kézilabdát. Azt várjuk, hogy a tanulók végre 21. századi körülmények között fognak tudni sportolni, és reméljük, hogy ez a sport szeretetnek a kialakításához nagy mértékben hozzájárul. Ugyanakkor az, hogy a sport beépüljön a mindennapjaikba a tanulóknak, és tulajdonképpen az életük része legyen, ezáltal az egészségük és az egészség megőrzését is ezzel tudjuk biztosítani. És hát nem utolsó sorban, tulajdonképpen a mindennapi testnevelés óráknak a lebonyolításában. Iskolánkban 125 testnevelés órát kell egy hét alatt lebonyolítani, amiből eddig csak 35 órát tudtunk tornatermi körülmények között tartani. Most pedig, ahogy számoltam, közel 100 órát tudunk tornatermi körülmények között, és igazából minden osztály egy vagy még egy órát sem kell, hogy a külső területeken töltsön. A másik pedig természetesen, hogy ISK keretében népszerűsíteni tudjuk a különböző sportokat. Itt most elsősorban a kézilabda megszerettetésért, mert iskolánkban nagyon sokféle sportban jeleskedünk, de a kézilabda eddig egy kicsit háttérbe szorult, és nagyon reméljük, hogy szakember segítségével ISK keretében megszerettetjük már a kisgyerekekkel ezt a sportot, és ők tulajdonképpen az utánpótlás csapatokba is bekerülhetnek, ha kiválasztják őket, és reméljük, hogy hosszú távon az utánpótlás is segíteni fogja, és a magyar sport is ezáltal egyre még híresebb lesz, egyébként pedig így is nagyon az. Úgyhogy nagyon örülünk, és reméljük, hogy jóra, és jól fogjuk tudni használni ezt a csarnokot. Tornaórákon kívül milyen rendezvényeket bonyolítanak még le a közeljövőben? Nyilván ezek még csak tervek, de azért néhány szóban említsük meg ezt is.
Hát mivel aulánk is nagyon kicsi, és a másik tornatermünk is, tehát mindenképpen szeretnénk az iskolai ünnepségeket, amennyiben erre mód lesz, ebben a teremben tartani, vagy akár egy ballagási ünnepséget, de azt gondolom, hogy a város résznek a különböző rendezvényein, ahol gyermekeink szerepelnek, vagy sportolóink, vagy akár sportversenyeket, vagy óvodásoknak, vagy más iskoláknak, úgy gondolom, hogy a lehetőségek tárháza az egyelőre kimeríthetetlen, tehát szinte még fel sem tudjuk fogni, hogy egy ekkora szép csarnokban tervezhetjük a jövőt. És végül, de nem utolsó sorban, hát hány gyermeket szolgál ki maga a sportcsarnok majd, ami ugye az intézményt illeti? 646 a befogadó képességünk, jelenleg 630 a tanulónk létszáma. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy létszám. A csarnokban egy 20x40 méteres kézilabdapályát és egy közel 300 fő befogadására alkalmas lelátót is kialakítottak. Az új épületet a diákok mellett a sportolók is birtokba vették. Ez egy óriási előrelépés jelent, hát a kézilabdának mindenféleképpen, hiszen egy olyan hiánypótló beruházás valósult meg a szénatéri csarnok átadásával, ami azt jelenti, hogy a fehérvári utánpótlás csapatok korábban nem tudtak szabványmérőtő pályán edzeni, nem tudtak felkészülni a mérkésekre. Ezt a hiányt sikerült ezzel orvosolnunk. Én úgy gondolom, az iskolával történő együttműködés is példaértékű lehet, hiszen délelőttönként testnevelés órák, de után pedig edzések lesznek ebben a csarnokban. Maximális kihasználtsága lesz, és nagyon örülök, hogy sikerült végre átadunk megfelelő műszaki színvonalon. Mondhatjuk, hogy még népszerűbb lesz ezzel a Királyok városa, Székesfehérvár, hogy egy ilyen nagyszerű létesítménnyel gazdagodott a város. Igen, hát Fehérvár sportváros, hihetetlen sok sport van benne, hihetetlen eredményes sportágak vannak benne, ezek közül egy a kézilabda. Bízunk abban, hogy egyre több utánpótlás verseny, nemzetközi tornát tudunk ezáltal rendezni, de csábítani, nyilván a városnak is fontos szempont, és nekünk is. Az ünnepélyes szalagátvágás után az Albafehérvár serdülő utánpótlás csapata egy mini kézilabda torna mérkőzéssel zárta a programot. Az új sportcsarnok tehát minden fiatalt és minden sportkedvelőt vár innentől kezdve. Ez volt már az Esti Mérlegen, köszönöm, hogy velünk tartottak. Jó éjszakát, viszontlátásra!